Nemrégiben a Magyar Nemzeti Bank egy új ajánlást adott ki az önkéntes nyugdíjpénztárak számára. Azt várjuk el, hogy a teljes költségmutatót ők is számolják ki, úgy, ahogyan eddig a biztosítók tették. Ez azért fontos, mert egy jó tájékozódási pontot ad majd az ügyfeleknek. 2020. januárjától várja el a Nemzeti Bank ezt a számítást, és márciustól elérhető a Nemzeti Bank honlapján, ha beírjuk azt a kereső szót, hogy TKM kereső. Ebben az esetben nem csak a pénztárak TKM-jait, teljes költségmutatóit, hanem a biztosítók költségmutatóit is össze tudjuk hasonlítani, és így el tudjuk dönteni, hogyha nyugdíjpénztári megtakarításba fogunk, akkor hol a legkedvezőbb ez számunkra. Ez a mutató egy összesített mutató, amely egyben mutatja meg, hogyha egy bizonyos hozamot elérek, akkor körülbelül mekkora költséglevonással kell számolnom a tartam során. Ha például elérek 7% hozamot a hosszú távon, és 1% a költségmutató, akkor a 7-ből levonom az egyet, és nagyságrendileg 6% hozamot tudok zsebre tenni. Mi azt gondoljuk, hogy ez egy nagyon nagy előny, a teljes hiteldíjmutatót ismerik az ügyfelek a hitelpiacról, hasonló logikára épült föl, 15 éve van teljes hiteldíjmutató, TKM 10 éve van a biztosítási piacon, és most újként indul el ez a mutató. Ennek az a jelentősége, hogy ez lesz az első olyan mutató, amely két szektor közötti összehasonlításra is alkalmas lesz. Eddigiekben csak olyan mutatóink voltak, amelyek külön a bankszektor, tőkepiac, biztosítás vagy pénztári szektort mutatták be, és innentől a két termék együtt összevethető. És egy jó irányadó ahhoz, hogy melyik pénztárat érdemes megkeresni, és ott már meg tudom nézni az egyedi kondíciókat és az alapján a végső döntést meghozni.